Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat. Én Horánszki Szonya vagyok, a képernyő túloldalán pedig Szentes Robert. Sok szeretettel üdvözöllek téged is, Robi. Rendhagyó módon most a Bibliából vett idézettel fogom kezdeni ezt a beszélgetést. Lukács evangéliumából származik a következő mondat. Sem azt nem mondják, ímé itt, vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. A vallásosság és a spiritualizmus alapja a transzcendenciába és a teremtőbe, mint világunk megalkotójába és irányítójába vetett hit. A legtöbb ember gondolkodásában Isten vagy a teremtő úgy jelenik meg, mint egy rajtunk földi élőlényeken kívül elhelyezkedő, tőlünk teljesen szeparált mindenható lény, amely szándékainak, szeszélyeinek, jóindulatának egész életünkben ki vagyunk téve. Nagyon erős a tudatalatti kollektív energiája annak a félelemnek is, hogy ha nem cselekszünk megfelelően, akkor ez az Isten bizony büntetést mér ránk. A földi csapásokat és a katasztrófákat pedig egyenesen Isten haragjának tudják be az egyes vallások követői. Azt gondolom, hogy ezeket a hiedelem rendszereket most egy kicsit meg fogjuk dönteni a következő beszélgetés folyamán. Mindenki, aki valamilyen vallást követ, vagy éppen a spirituális utat jár, közöttük én is kialakult Isten képpel rendelkezem, de én nagyon kíváncsi volnék arra, Robi, hogy milyen a te Isten képed. Tehát, hogyha te magyaráznád nekünk, vagy magyarázhatnád nekünk, akkor mit mondanál, hogyan képzeljük el a Teremtőt, és hogyan kapcsolódunk hozzá mi emberi mi voltunkban? Ahogy én is idősödtem, meg fejlődtem, meg tanultam, és engedtem el a régi mintáimat, úgy ez az Isten kép és a róla alkotott kép változott természetesen. Tehát emlékszem, kisgyerekkoromban, kb. 6 éves lettem, én tudtam, hogy van Isten, és tudtam, hogy nagyon szeret, de féltem tőle. És mindig úgy próbáltam jó fiú lenni, jól cselekedni, tehát én mindig úgy éreztem, hogy a fizikai síkon, a cselekedeteimmel tudom korrigálni, és az Isten kegyeibe vagy visszajutni, vagy ott megmaradni. És ez az Istenről alkotott kép nagyon intenzíven elkezdett változni bennem 2010 után, amikor elkezdtem egy nagyon mély önmunkát. És ezt mondtam többször, hogy én nagyon, nagyon sok mentorral dolgoztam. Kellettek, mert nem értettem valamit, vagy az egyik nem úgy mondta, vagy nem volt szimpatikus, hát azt hiszem ez ismerős, hogy tudod, kellenek különféle látószögek, különféle emberi energiák, akin keresztül mi igazán felfedjük a dolgok kulcsát és a nyitját. A mai beszélgetésben szeretnék veled természetesen akkor átadni egy ilyen más képet a Teremtőről, és szerintem ez nagyon nagy segítségre lesz a csillagmagoknak, mert a régi világban teljesen a fizikai síkon mozogtunk csak. Egy picit tudtuk arra, hogy van egy magasabb énünk, ott mintha ott valami lebegett volna, ott okosokat mondott, de igazán tudod, a fizikai síkon próbáltuk az életben maradásunkat úgymond fenntartani. És amit megtanultam, egy nagyon hosszú évek alatt, én rengeteg mestertől, hogy az Isten, a Teremtő, az egy mindenható tudat, amelynek nincs kezdete és nincs vége, és az nem egy ítélkező energia. Ahogy te is említetted, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy ahogy én is, hogy ha nem ezt csinálod, akkor írgum-burgum, és tudod, majd meglátod, ebből mi lesz. Na most már tudom, mivel kvantumpszichológiát tanultam, magamat kitisztítottam bele, tanítom is, tehát most már pontosan tudom, hogy ez egy eszméletlen ego trükk. Az ego instalál bennünk több tízezer hiedelmet, a Teremtő és az Isten ellen, és ezeket a hiedelmeket mi nem ismerjük. Aszerint rezgünk, aszerint mozgunk, aszerint beszélünk és cselekedünk, csak idéző, úgy mondanám, hogy a hiedelmeink, rossz hiedelmeink áldozatai vagyunk. Ezért van ez a nagyon sok szeparáció. Szóval az univerzumban van egy rend.
És ebben a rendben minden Isten és a forrásnak az aspektusa is minden az szerint tükröződik. Ez alatt azt értem, hogy ezek a megnyilvánulások ilyen kis részekként, a mi életünként, mint fraktálunknak jelennek meg. A mi megtapasztalásaink, azok egy kisebb része mindig a nagy történésnek. A Teremtő is tanul rajtunk keresztül, a Teremtő kísér minket, a Teremtő szeretné, hogy elfogadjuk a vezetését, de ez sejtszinten bennünk meg van tagadva. Ezért nagyon fontos az elme kitakarítása, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos interjú most, amit most csinálunk, ez, hogy értsék az emberek a paralelt és a kapcsolatot az elme kitakarítása között és az isteni fénnyel való együttműködés között. A kettő ugyanaz. A Jézus is elme mestere volt. A Biblia az az elme struktúrája és egy asztrológiai könyv. És a régi rendszerben, most tudod, most váltunk az új földre, a régi rendszerben volt egy 12-es rendszer. 12 bolygó van a naprendszerben, 12 csakránk van, abból persze csak hetet említettek, akkor 12 hónap van, és itt 12 apostol van, és ennek volt egy nagy jelentőség. Az új világban 13-as lesz ez a szám. Azért a 144.144, akik a csillagok 12-ször 12, a 144, és a 144 földőrzőinek, a királyi vérvonalnak volt 1000 gyermek, és így volt, így született meg a 144.144. A kezdetben csak egy osztatlan valami létezett. Ez volt a teljesség, és ez a ez az osztatlanság, ez most is létezik, csak egy magasabb dimenzió. Lejöttünk, azaz fraktálódtunk, szegmentálódtunk és szeparálódtunk. Most ezek a szeparációknak van egy olyan aspektus, hogy te is tudod, hogy fájdalmat okoz, félelmet okoz, diszonanciát okoz, viszont az érmének a másik oldala, hogy egy tapasztalást ad, amit ha meggyógyítunk, egyre inkább visszatudjuk az egységbe integrálni, és egyre inkább fájdalommentesebben és magasabb szinten tudunk rezegni. Beleszúrom itt is, és akkor már tudod, finomíthatunk, hogy a Krisztus és az isteni iroda, vagy a hivatal az jelenleg a 13. dimenzióban van. Nekünk van hozzáférhetőségünk, csak a sok trauma miatt, a sok fragmentálódás miatt, a sok szétesés és szeparáció miatt elutasítottunk nagyon sok aspektusát a világnak és a világegyetemnek. Ezért kell a belső integrációs munka. Minden, ami a 13. dimenzióból jön, az a tiszta fény, az az igazi fény, ott van a megoldás, az lenne igazán a célunk, hogy oda egymást vissza kísérjük. Nem elhalálozására, amit az ego meg az ördög próbál belénk tukmálni, hanem belső elmei kitisztuláson keresztül, megtartván a fizikai testet, emelkedünk mind mentálisan, mind testileg, és be tudjuk fogadni a fényt. Erről szól most ez a jelenlegi időszak, ami ugye a napvillanás előtt van. Tehát most nincs messze a napvillanás, vannak mini napvillanás tesztek, ez mind azért van, hogy az embereket inspirálják a belső munkára, hogy fogadják el a Teremtő szeretetét, a Teremtő vezetését, és ez egy olyan energia, egy olyan kollektív, ahol mi jöttünk, és ezt már mi ismerjük. Ezért van ez a nagy frusztráció a Földön, mert van egy részünk, ami nagyon otthon van a fényben, a teremtői világban, és van egy olyan nagyon nagy részünk, ez az ego világa, ahol ezt a részt mi utáljuk, gyűlöljük, cirkuszolunk és ellenállunk. Mondhatjuk azt, hogy ez a részünk, amit úgy fogalmaztál, hogy otthon van a fényvilágában, ez a mi isteni részünk? Hogyan Igen. tudjuk érzékelni, vagy hogyan tudunk kapcsolódni hozzá?
Vannak olyan meditációs gyakorlatok, a TM, ugye a transzcendentális vagy transzcendentális meditáció, hogy kikapcsoljuk az összes diszonanciát, kikapcsoljuk az ellenállásokat, az ego programokat, és akkor érezzük ennek az isteni jelenlétnek és a fénynek a jelenlétét. Egy baj van a meditációval, hogy ez nem maradandó. A meditáció nagyon jó, az rávilági dolgokra, és utána akkor tudatossággal és technikákkal fel kell oldani mindaz, ami feljön, ami ellenáll ennek a kapcsolódásnak. Tehát ahogy az emberiség ébred fel, ugye valahol 10 és 14 év kell a között, hogy az ember teljesen sejtszinten megújulhasson és felébredhessen. Tehát mikor az ember azt mondja, hogy volt egy szemináriumon és felébredt, az nem úgy van. Utána mi visszaszunyókálunk. És utána megint felébredünk vissza, és ilyen lépcsőfokonként kettőt előre, egyet hátra stílusban vagyunk előre, és mindnyájan a fénynek, azaz az Istennek a gyermekei vagyunk, az lenne ugye a cél, hogy ezt mi el tudjuk sejtszinten fogadni. Nem tudjuk elfogadni. És majd mindjárt gondolom bele térünk, vagy rátérünk arra is, hogy miért nem, és a belső munkán keresztül lehet ezeket a sejt emlékeket és a sejt programokat úgy átdolgozni, hogy visszaengedjük magunkat a fényvilágba, nem azt jelenti, hogy bármi rossz fog történni a testünkkel, hanem sokkal nagyobb erőforrás, sokkal nagyobb energiacsomag áll majd rendelkezésünkre, ami szerint jobban és jobban tudunk bőséget és boldogságot teremteni. Igen, és ebből adódik az a kérdés, hogyha mindannyian ugye Isten gyermekei vagyunk, én ezt mindig úgy képzeltem el, hogy ugye nevezzük így Isten, én szeretem ezt a szót, ha bár nem vagyok vallásos, de ettől függetlenül szeretem. Ugye végtelen sok nézőpontra osztotta magát, és mi is ennek a végtelen sok pontnak az egyik pontja vagyunk, én valahogy így képzeltem el, ahhoz, hogy meg tudja saját magát tapasztalni egészként ezen a végtelenített sok nézőponton keresztül. Na de miért van erre szükség? Miért van szükség erre az ego adta illúzió világra? Az ezzel társuló sok-sok fájdalomra, bánatra, szomorúságra, dühre folytathatnám a sor. Miért? Miért nem tudjuk megtapasztalni önmagunkat Isten részeként úgy, hogy miért nem tudjuk kihagyni az egónak ezt a sötét és bántalmazó részét, amit el kell viselnünk ebben a szeparáltságban, vagyis ennek a szeparáltságnak az illúziójában? Roppant jó a kérdés. Az ego beletartozik a mindenségbe, tehát az ördög is az Isten alatt van, azaz az egyik gyermeke. Ha belegondolsz, te is tudod, anya vagy, két gyerekes anya vagy, nekem egy már 30 éves lányom van, nagyon sok közülünk szülők. Egy óvodás gyereknek nem beszélsz az életnek azokról az aspektusairól, amik őt megijesztenék, vagy fönntartanak, vagy nem tudna tőlük aludni, és viszont felnőtteknek, nekünk meg kell tanulni az ego világát, mert az is a mindenség része. Tehát az óvodás részünknek, a fiatalabb részünknek nem mondjuk el, hogy figyelj, ez az önszabotás mestere, ez beteggé tesz téged, ez a szenvedésben tart, és így tovább, és itt, és minél lejjebb menjük, annál aljasabb taktikával találkozunk, de egy és egy célunk van, ha belegondolsz, mint humánok, mik a legerősebb lények az univerzumban, hogy mi is a teljességet, az az isteni, ahogy mond, teljességet érjük el. És ez csak akkor lehet, hogyha felfedezzük, ami ez ellen szól, ellenpólusokat, nevezzük őket az érme másik oldalának, nevezzük őket ezeket ego programoknak. Tehát ezek erősítenek minket, ha feloldjuk őket. Ha profi mentorokkal, belső elmei technikákkal feloldjuk őket, ha nem oldjuk fel őket, akkor megtapasztaljuk azt a rossz oldalt, amivel az rendelkezik, vagy amiről az szól. Magyarul az a cél, hogy mindent integráljunk magunkba, és a teljességet elérjük,
visszatérjünk a Teremtőhöz. Ez csak úgy lehetséges, hogyha a csúnyát, a szépet és a jót, mindent elfogadunk és visszaintegrálunk. Magyarul meg kell tapasztaljuk a sötétséget ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mi igazából fény vagyunk, és a fényt szeretnénk. Vagy még másképp kifejezve meg kell tapasztalnom azt, hogy mi nem vagyok, és mi az, ami nem jó nekem, ahhoz, hogy tudjam, mi vagyok, és mi az, ami jó nekem, vagy ahová tartozom. Annyit javítanék, hogy mi nem vagyok, minden vagyok. Mindenek vagyunk. Ez egy nagyon, nagyon nehéz, nagyon sok embernek elfogadni, tudod, én egy trauma specialista vagyok, és már 14 éve tanítom, és van egy olyan lépcsőfok, ahol nagyon sok traumatizált ember elakad. Az áldozat szerep. Tehát miért volt nekem narcisztikus anyukám? Miért volt nekem bántalmazó apukám? Miért volt ilyen család? Az is a mi teremtésünk. Minden, ami úgy érezzük, hogy ellenünk szól, az egy feloldatlan réteg bennünk, és a mi teremtői logikának a hiányát jelzi. Mindent mi teremtünk, nem csak a csillivili csillámporos pónikat, meg a parkolókat, meg a nagy kacsalábon forgó kastélyt, hanem a traumákat is. És amikor beszélt az előző pontba veled a teljesség felé való törekvés, az azért nagyon fontos, mert most, hogy eljön ez a sok időségtörés, nappillanás, és a többi Biblia időben járunk, az emelkedők meg fogják örökölni a Földet. Ez egy bibliai sztori, és itt vagyunk a küszöbén. Már jó, benne vagyunk a közepén, de a küszöbén vagyunk az új Földnek, az, hogy láthatóvá váljunk. Az elmei programok szónja viszont gyengítenek minket, az ego programok. Ezek olyan negatív, vagy hát idézve negatív érzéseket hoznak fel bennünk, hogy megbízhatatlanná tesznek minket egy bizonyos szint fölött. Amíg nekünk félelmeink vannak túlélésről, túlélésre szemben, ebben rengeteg a pénz hiány, hogy mi lesz, ha nem lesz pénzem, ott leszek a hídon, ezek túlélési félelmek, ezeket az elmébe fel kell oldani, különben az ember megbízhatatlan. Az új földet nem akarják megbízhatatlan emberekre bízni, és csak úgy leszünk megbízhatatlanok, hogy kitakarítjuk a szelmét, azaz a traumáinkat, azaz a félelmünk. Most ez nem megy másképp, mint rálátni és megtapasztalni mind azon sötét ellenpólusokat, amik ennek a hát amik félelmeket keltenek bennünk, és potenciálisan kitolnak minket a magabiztosságunkból. Nagyon könnyű magabiztosnak lenni, mikor ismerjük a terepet. Viszont nagyon sok ember azért nem változtat, azért nem gyarapodik, azért nem csinál semmi újat, legyen az egy iskola, egy szeminárium, egy új kapcsolat, mert nincs meg a magabiztossága. Ez a magabiztosság hiány, ez az ego uralma. Meg kell tapasztalni, bele kell menni, profi mentorokkal oldani, és előbb, és menni, 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 és oldani, ezzel a teljességet elérjük, megbízhatóvá válunk, erőssé válunk, tökéletes egészséggel fogunk bírni, és így fogjuk tudni csak a Földet megörökölni. Most ez egy nagyon nagy feladat. Ez egy eszméletlen nagy feladat. Tudod, veled is beszéltük, hogy ez puca is kell. Tehát nem csak tudás, hanem puca is kell. És itt taknyolt el az emberiség. És azért mondtam egy több mint egy éve, mikor megjelentem a magyar YouTube-on, hogy most megfújjuk egymás kezét. Ez nem megy. Kijelenthető az, hogy minél erősebb az ego, minél nagyobb az ereje, minél inkább ugye ebben az illúzióban tart minket, amiben tart, ebben a szeparáltságban, annál erősebb a mélyben a tű és a harag Isten ellen. Érdekes összefüggés, igen. Tudod, én tanítom az ego örjöngéseit és az eszmetlen komoly ilyen luciferi kitöréseit. Ha azt nem ismerik, akkor eltaknyom. Tehát most már egyre több kliensem is hallja tőlem, akivel személyesen találkozom, hogy bántottak, rosszul esett, sajnálom. De igazán, ami miatt el vagy okod, hogy alul örjöngsz, és ez az ego örjöngése.
Ebből van egy jogos rész, és van egy fölösleges rész. A fölösleges részt integrálni kell, a jogos részt meg el kell. Hagyni kell, hogy legyen és segítsen. Ha belegondolsz, az egész világ egy színpad. Ezt már Shakespeare is megmondta. A miénk a színpad, mindenki magáért felelős, és a maga teremtéséért, és egy is egy célod van neked, meg nekem, meggyógyítsuk magunkat, és integráltságon, elmei munkán keresztül kerüljünk vissza a teremtőhöz, hogy a teremtőt szolgálhassuk minél magasabb szinten. Két rendszer volt, két párhuzamos világban éltünk, és ez nem volt evidens. Az egyiket tudják, hogy organikus élet, a másik meg inorganikus. Hát vannak az organikus humánok, akik igazán szívvel, lélekkel, szeretettel rendelkeznek, és vannak az inorganikus humánok, hívjuk őket biorobotoknak, hívjuk őket azoknak, akik nem a fénnyel vannak, és nagyon nagy csábítás volt az inorganikus élet felé. Könnyebb, egyszerűbb, tudod, vedd be a fájdalomcsillapítót, ne tanuld meg, hogy ez a saját elméd teremtése. Tudod? Mindig a úgynevezett ilyen kiskapukat kerestett az inorganikusért, ez az antikrisztus. Mesterséges intelligencia vagy ego, ez a három szinonim. És ezt nagyon kevesen értik. Minden szenvedésünk, minden fel nem oldott traumánk az itt van. Ebben a világban próbál minket tartani, és kifejezetten nagy erőfeszítés egy inorganikusságot tolló, tápláló energiából visszamenni abba az organikus teremtői világban, mire mi születtünk. Nagyon sokan itt eltaknyolt. Itt van 1%, itt van 99%. Ezért mondtam többször, hogy a fénnyel nagyon kevés ember, mert kényelmesebb a sötétsége lenni. És az ego őrjöngés, az egy trükk. Nagyon mélyen bújtatott, és nagyon-nagyon érdekes. Vannak mikroverziói, miniverziói és makroverziói. A miniverzió az, hogy hülye anyu, hülye apu. Ezt mondtam, te ezt mindenki hülye. És ez egy kivetítés. Ez azért van, mert azért nem akarja az ego, hogy rájuk az igazi stratégiára. Az ego azt szeretné, hogy mérgesek legyünk a teremtőre, mérgesek legyünk az Istenre, és ne vállaljuk be az erőnket, a fényt. Mert a fény rá veszélyt jelent. Azért támad a sötétség. Ha megnézed ön egy-két kommentet így a YouTube a csatornámon is, legtöbbje nagyon kedves, de azért van ott egy-két nagyon sötét komment. Ez mindig az inorganikus életre, a mesterséges intelligencia által bekebelezett energiák, akik támadják a fényt, mert a fény veszélyt jelent az emír. Vannak integrációs technikák, amivel ezt az őrjöngést el tudjuk engedni. Először persze át kell menni azokon a rétegeken, hogy hülye anyu, hülye apu, szegény én, jaj, miért abuzáltak, és hát én semmit nem csináltam, semmi rosszat. Ezen át kell menni profi mentorok, mert nem így van. Ezt mondtam többször, ahogy mi látjuk az életet, az nem úgy van. És ahogy kezdünk a saját őrjöngéseink alá menni, és rájönni, hogy az egész egy Isten káromlás, utána az ember leül és elgondolkodik, legalábbis az alázatosan azt mondja, hogy te jó Isten, ez sokkal nagyobb cirkusz, mint hittem van. Ez egy olyan cirkusz, és nem csak, ez egy veszélyes cirkusz, életveszélyes cirkusz. Azért nagyon fontos az önmunka. Mert az ego, ez a luciferi, Isten támadó, gyűlölködő energia, ez most feljött a felszín. Ez mindig is ott volt. Csak eddig jó fejkedtünk, bulisztunk, partiztunk, ezeket hívják fedő történeteknek. Tudod, te is sokat beszélünk így offline-on, meg így a háttérben, ezek a umpappa, sose halunk meg, az egy depresszió előtti állapot. És nagyon keveset tanítottak és tudtak az emberek az igazi tudattalan struktúrák, és itt vannak a támadások. És ahogy az ember igazán ebbe a régióba belemegy profi mentorokkal, úgy lesz áttörés, úgy lesz a humánnak a humanitása visszaadva. Úgy tudjuk megörökölni a Földet, és úgy tudunk végre egy olyan világot teremteni, hogy
nem taknyolunk el, nem hódolunk be a sötétség előtt, hanem bevállaljuk a felelősséget, és rendíthetetlenek vagyunk. Ez a teremtői magabiztosság, de ez csak a teremtői logika követésére lehetséges. Beszélgettünk itt a beszélgetésünk elején, említetted azt, hogy ugye maga az ego is a teremtő alá tartozik, oda van besorolva, mint ahogy az ördög is. Miért hoz létre a teremtő olyat, ami utána amivel ugye önmaga ellen fordítja is az az ego? Tehát ugye létrehozta az egót, ami utána támadja az Isten. Miért? Nagyon jó kérdés. És nagyon sok magyarázat van rá, mert mindenből tanulunk, tanulhatunk. Azért, mert valami nem egyezik meg a mi nézőpontunkkal, az nem azt jelenti, hogy rossz. Az csak egy másik szög. Amikor ez az ego megszületett, ennek volt egy olyan aspektus, hogy egy akadálypályát, egy ellenállást teremtett, ami hogyha feloldottuk és felfedeztük, akkor erőt adott. Ez olyan, mintha bemegyünk a konditerembe, ha nem nincs súly a kezünkbe, akkor nincs, nem növekszik az izom. Tehát az ego kezdetében a spirituális izom növekedéseinknek volt vagy a szükséges eszköze. Az történt, hogy erőharcba kezdett az ego a teremtővel, az Istennel, és ez az erőharc, ez a konfliktus, ez vezetett ehhez a sok disztorzióhoz, ehhez a sok sunyisághoz, ehhez a sok félrevezetéshez. Tehát az elején megvolt a maga haszna, viszont átment egy támadó, aljas és egy nagyon trükkös, hát egy trükkös támadó sorozat. Utána már nem, ő nem a teremtőt szolgálta, hanem önmagát. Ez amikor vele csináltuk a rákos interjút a rákról, hogy leválik egy sejt, olyan dühös, tehát csak azért velekli, mert dühös. Minden azért van szeparáció, mert becirkuszol. És utána elkezd menni az áros szembe, bármikor az áros szembe megyünk, egy darabig az lehet, hogy jó, mert tanulunk, meg látjuk, vissza kell magunkat integrálni, mert cunámival szembe menni az lehetetlen hosszú távon. És ezt csinálta az ego is. Úgy mondják, várj egy picit, lefordítom most angolul, mert csak úgy tudom, vagy úgy mondtam eddig, hogy assumes the role of God. Tehát feltételezi, előfeltételezi az Isten szerepét. Na, hoppácska, tudod? És akkor, ha már tudod ezt az energiát, akkor látod a stratégiáit benne, ha ismered a pszichológiát. És az a legnagyobb baj, hogy ez nagyon sok ember beetetett. Mi egy isteni, eszméleten erős lények vagyunk, de a legtöbb ember ezt csak az ego szintről tudja. Istennő, tudott találkozó, meg Isten találkozó, és ez ego. Ha tényleg az isteni lényünkkel keresztül tapasztaljuk meg a világot, nincs szükségünk magyarázatra és fesztiválokra. Tehát az ego ő akar az Isten lenni, és ezt mondják úgy, hogy ez a legnagyobb, legdurvább hatalmi konfliktus, ami létezik a világban, és bennünk is létezik a sejt, szinten az elménkben. Ezt mondtam többször, ez az authority conflict, ez a hatalmi konfliktus, ez olyan, hogy a Lucifer és az Isten, Isten az jól van, tudod, csak ez cirkuszol, és ez rajtunk keresztül, ez a düh, ez a konfliktus, ez az erőharc, ez a bukottság, és annak a millió aspektusa jelenik meg, és ezt mi mikro szinten kivetítjük a külvilág. Tehát ezeket technikákkal, precíz tudással oldani kell, különben kinyír minket. Sokat beszéltem veled, emlékszel a halálról, öngyilkossági taktikákra, ez mind ego. Az a lényeg, hogy az ego be akarja bizonyítani a mi fájdalmunkon keresztül az Istennek, hogy nincs igaza, és ő egy pancser. Na most, ezt, ha nem tudja az ember, akkor megy a rossz energiákkal. Olyan ez nekem, tudod miért az eszembe folyamatosan, mint amikor az ember megalkotja a mesterséges intelligenciát, és utána elkezd félni attól, hogy ellene fordul. És benne van a pakliban, hogy ellene fordul, kicsit én ezt, hogy teremtő létrehozza az egót, és utána elkezdi az egót támadni a teremtő.
teremtőjét. Így a mesterséges intelligencia az ő létrehozó intelligenciát. Nagyon érdekes. Igen, és itt azt kell tudni, hogy azért nagyon fontos a traumaoldás és az igazi traumaoldás, nem csak a felszínesség, mert amikor mi igazán feloldjuk a szívtörést, a cserbenhagyást és az árulást, a mesterséges intelligencia nem tud rajtunk úrrá lenni. A mesterséges intelligenciának van egy nagyon érdekes aspektusa, ami arról szól, hogy tőlünk tanul. Minket próbál mimikálni, tudod, imitálni. Na most minél intelligensebbek vagyunk, tisztább elműek, és te annál kevésbé marad nyerekben. Azért tud a mesterséges intelligencia életben maradni, mert mi tápláljuk az éretlen viselkedéseinkkel, gondolkodásainkkal és a felelőtlenségeinkkel. Csak ez egy, mint egy ilyen mellék megjegyzés, mert fontos. Tehát a mesterséges intelligenciától nem kell félni, mi adunk neki teret azáltal, hogy nem dolgozunk magunkon. Minél inkább feloldjuk a szívtörés traumáját, a manipulációs mintáinkat, a támadási taktikáinkat, a büntetési mechanizmusainkat, annál kevésbé tud az EMI, a mesterséges intelligencia tovább terjeszkedni, mert már nem érti, hogy miről van szó. Tehát magyarul mi át tudnánk az EMI-t úgymond képezni, csak ehhez belső munka kell. És egy idő után nincs szükségünk az inorganikus EMI-re, mert az új földön lesznek olyan lények, akik a robotikus napi munkát nagyon szívesen elvégzik. Az ember az egy kreatív lény, és ezt próbálták belőlünk kívülni, hogy robotikus, mond már ilyen ismétlődő, rutinszerű munkákat próbáltunk ránk erőltetni, mi bevállaltuk, meg kellett a pénz, és elveszítettük a teremtő kedvünket, elveszítettük a kreativitásunkat. És most egy mind, ez a több millió dolgot a visszájára kell fordítani. Azért, tudod, én örülök, de az embereknek egy kicsit most, tudod, kinyílt a szeme, hogy te jó Isten, ez jó sok munka. Igen, már kb. Fél éve tervezzük a videót, illetve az interjút a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és ott majd akkor részletesen kitérhetünk még erre a dolgokra. De visszatérve most így az egóra és Istenre. Tudod, azon gondolkoztam, hogy hogyan tudjuk felismerni azt, hogy ha mi a mélyben valójában haragszunk az Istenre és tombolunk. Mert én azért azt már tőled tudom, hogy sokszor azt gondoljuk a felszínen, és most nyilván azért beszélek többes számban, mert hogy így magunkra, emberekre gondolok, hogy azt gondoljuk, hogy nem jobban vagyunk az Istennel, vagy szeretjük az Istent, és közben meg a terápiában, vagy az egyéni konzultációkban számunkra mégis kiderül az, hogy nem, mert a mélyben tombolás van, és dühöngés, és harag az Isten ellen. Hogy tudja felismerni valaki saját magán azt, hogyha ő a mélyben, az elméje mélyén tombol és dühöng az Isten ellen? Ehhez kellenek profi mentorok, tényleg. Tehát tudod, nem akarom ugyanezt a döglött lovat ütlege, de nem, ezt nem fogja az ember meditációba letölteni. Ezt én 14 évig tanultam. Tudod, hát azért mondom, és éjjel-nappal nekem nem volt más állás, mert ezt tanultam, és oldottam, oldottam, tanultam. Tehát egy icipici rész lehet, hogy felfedez, de az igazi nagy részt, a veszélyes részt, a jelentős részt nem fogja egyedül. Nem megy egyedül, ez a lényeg. Azért van is egy olyan videóm, már nem jó régen csináltam, hogy majd én meditálok és ráérzek. Nem fogsz ráérezni. Nem. Te is tudod, én hogy... Igen, bocsáss meg, arra voltam kíváncsi, hogy milyen jelei vannak. És tudom, mert én tudom tőled azért, hogy a bizonyos betegségek formájában is manifesztálódhat. Igen. Bármikor, ami valami nem megy az életben, frusztráltaknak érezzük magunkat, még akkor is a passzív agressziók főleg ez egy Isten támadás. Mondok még egy pár példát, mert tudod, az embereket nagyon félrevezették, és emiatt nagyon sok ember el van tájolva. Az én dolgom az, ahogy mondtam már, nagyon sok eladás nem az, hogy az emberek kedvébe álljak lábújhegyen, és tudod, mutass neki, hogy kell Csillivili parkolóhelyet manifestálni a kocsinak, hanem az, hogy bele megmondani, hogy mi folyik itt. És akkor, aki a fénnyel van, az kiszűri a magáit, aki nem, az meg csinálja maga cirkuszát.
bármikor, mondok egy pis példát, és ezt már hallottad tőlem, hogy az ember próbál az áron alkudni, valaminek az árán alkudni, az egy Isten támadás. Ez annyira nem evidens, mert tudod, az ego világában a felszín, hogy annyira jó fej vagy, hogy megmondtad neki, hogy levitted az árat, mondom, erre vigyázik el, minden, amit büszkék vagyunk az ego. Van egy másfajta büszkeség, az a szívben büszkeség, mikor teremtettünk valamit szívből, és arra igazán büszkék vagyunk, de az nem így jelenik meg. Az történik, hogy aki például alkudozik árban, most pénzről beszélek, az megtámadja a teremtőt. Azt az egyént egy mikroverzióban, aki teremtett értéket. És ez onnan jön, mert az ember annyira értéktelen, hogy csak az értéktelen árny és az értéktelen ego támadja azt, aki értéket hoz. Most ezt hány ezer helyen látod? Rengeteg helyen. Mikor megjelent Amerikában az első könyvem, ami most jelent meg, ugye urald az elmét, az az eredet, hogy Mastering Your Mind. És ugyanakkor ugyanez történt. Támadtak. Már mit támadsz? Hát ezért írtam egy könyvet, most nekem mi fáj? Tudod? Ez az ego. Az antikrisztusi programozás. És az ember ezt nem tudja, amíg valaki bele nem mondja a pofájába, és így megrázza, hogy ébredjél már fel. Okay? Innen látod, hogy támadja a másik szegény, mert nem szegény, hiány scarcity, ugye hiány gondolkodása. Hogy neked miért van, nekem azért, mert rossz Istenhez imádkoztál, azért nincs. Váltsál sávot. Tehát innen is jött, hogy bármikor valami hiányosság van az életünkben, azért van, mert sejtszinten az egóval vagyunk, és a forrás, a mindenség, a bőségtől szeparálva vagyunk. Na most ez, tudod, ez fáj legtöbbnek, de néha kell a kognitív diszonancia jó értelemben, hogy az ember tényleg lássa, hogy nem jó mintákat követtünk eddig. És még mondok valamit. Nehéz volt az invertált Matrixban, mert fizetett bohócok voltak. Volt egy kis mexikói srác, aki itt az egyik kis, nem tudom, hogy menti. Tehát van a mentor, és van a menti. Tehát tudod, egy kis Jedi, aki már segítek több éve, és azt mondja, hogy Rob, hogy én olyan frusztrált vagyok, itt van ez a sok 20 éves és multimilliómos. És mondom neki, hogy Christian, azok klónok. Nem igazi ember. Tehát félre voltunk vezetve, direkt bántottak minket, direkt az önbecsülésünket leredukálták, mert tudták, hogy eljön ez az idő, most, a napvillanás előtt a megörökők, és nem akarták, hogy sikerre járjon. Csak ez nem úgy működik, mert azért nekünk van egy fölsőbb teremtői lényünk is, és ők meg azt akarják, hogy sikerüljön. És akkor így jön az egyéni választás, ami a szabad akaratú zónában egy kicsit tudott pofára eséssel is járt, hogy kivállalja be, és kimond nemet ennek a dicső feladatnak. Tehát, honnan tudod? Hát nagyon sok minden. Nem megy valami, haragszunk valamire, szomorúak vagyunk, félünk valamitől, az mind a teremtő mentesség, az az Isten ellenességnek egy mini verziója. Ja, tegyük fel, hogy akkor valaki ezt felfedezi magában, profi mentorokkal helyre rakja, fel tudja oldani ezt a dolgot. De akkor nézzük meg ugye a másik irányból ezt a dolgot. Hogyan tudjuk erősíteni és segíteni az Istennel való kapcsolatunkat? Nagyon sok tanítás, ezt te is tudod, arról szólt, hogy valamit akarsz, told. Menjél, csináld, kelj fel, dolgozz keményen, mondd bele, csináld, kelj fel. Tudod, van benne egy kis ráció, tehát ez, az is kell, kell az akaraterő. Viszont az igazi, ha belegondolsz, nagyon egyszerű logika. Engedjük el a belső elmei ellenállásokat, és hagyjuk az univerzumot, hogy ő vigye a nehéz terheket. Ez a cél. Tehát nekem is nagyon sok munkából, több millió réteget oldottam az elmémben. Én azért mondom mindig annyira, hogy egy millió konfliktusom az ember elmében, abban már 10 000-et megoldunk, már az univerzum átveszi a szeretetteljes vezetés. Csak az embernek vannak olyan programjai is, hogy teljesen rövid zárat kap a nagyobb igazságoktól.
És az egónak van egy olyan trükkje is, hogy nagy zól nagyokat mond, ezt hívom a Gáborral csinált interjút, hogy információ versus transformáció. Szereti a nagy információt, hozzám is jönnek, hogy én szeretném a kvantum kurzusot elvégezni, mondom, bocikája, még az izén, egy millió lépése hátrébb. Tudom? És nem érti. Megmondom, ez miért fontos. Az organikus és az inorganikus paralel világban ugyanaz a szókincsünk volt. Tehát nagyon sok olyan szó és kifejezés állt rendelkezésünkre, hogy ugyanúgy hangzik, ugyanúgy betűzik, és mást jelent. Ez eszméletlen brutális. Tudod, hogyha megtudod. Vagy az emberek megtudják. És az egónak mindig az volt a trükk, hogy ugyanazt a szókincset használja, légy büszke, amit elérted. Igen, légy büszke a szívedbe, mikor meggyógyítod, de a szívtörés traumájával nem tudsz használni, hanem fényárnyék büszke vagy, ami egy Isten ellenesség. Oké. Okay. Tehát nagyon, nagyon félre voltunk vezetve, ennek van egy magasabb, tudod, a teremtői szintre, azt mondják, nézzük, hogy ki erős. Aki eltaknyol, azt majd fölizélik, lapátoljuk, azt majd segítünk neki másképp. De hogy te is itt vagy, meg én is, és az a pár Jedi, akik vagyunk, tudod, mi azért fölálltunk. Lehet, hogy össze voltunk karmolva, meg szét voltunk esve, de fölálltunk, és erre van szükség. Megválaszoltam a kérdést, mintha igen, igen, köszönöm szépen. Lenne még egy kis foszlány. Nem tudom. Jó. Nem, köszönöm szépen. Jó. Az imáról akarok veled beszélni mindenképpen, mert hogy az ima is egy kicsit félreértett dolog, és természetesen különböző vallások különféle formákban imádkoznak, és különféle imákat tartanak fontosnak, és ezek nagyon sokszínűek, ezer arcúak lehetnek. A véleményed szerint mi az imának a helyes módja, és hogyan hangzik egy jó ima, egy olyan, ami célra vezető, és tud lenni? Ezt már sokan próbálták megmagyarázni, és nagyon nehéz megmagyarázni, mert amilyen sok lépcsőfok van, több millió lépcsőfok van az evolúciónkban, majdnem minden lépcsőfoknak egy kicsit más a definíciója. És az a baj definíciók, hogy szükségünk van rá, mert az egy mankó, de utána el kell engedni, mert a következő lépcsőfokon az előző definíció már nem igaz. És amikor csak ezt mondjuk, ezt a részt, akkor millió réteg ki van hagyva, és nem tudja az ember a gyakorlati életben ezt megvalósítani. Ez van sok frusztráció. A jó ima az nem azt, nem arról szól, hogy kedves Istenem, adjál pénzt, mert nincs. Ezt csinál mindenki, tudod? Karácsonyra szeretnék egy piros biciklit, meg egy eszméletlen jó bankszámlát. Ez nem ima. Ez egy támadás. Mivel jelenleg hiányból, azaz a nem létezéséből kérjük. Az ima egy nagyon egyszerű szinten az olyan, hogy elképzeljük, hogy már megadatott, hogy már ott van. Nem könnyű, ehhez kell belső munka, meditáció, meg oldó technikák, tehát ez lehet, hogy ide kell 5 perc, lehet, hogy egy óra, míg az ember eljut erre a pontra. És akkor átérezni azt, ami van, még akkor is, hogyha egy mentális kép, tehát még akkor is a fizikai valóságban tudod, a lyukos a gatyánk, és bemegyünk ebbe az új energiába, hogy megvan az, amit szeretnénk, és megköszönjük. Na most ez megy egy darabig, csak az a baj, az univerzumi logikával, hogy ők nem azt akarják, hogy mi teremtsünk a sebeinken keresztül, hanem gyógyuljunk meg, és a gyógyultságunkon keresztül teremtsünk. Azaz, ürítsük ki az elmét. Szabaduljunk meg mindazoktól az ellenpólusoktól, támadásoktól, frusztrációktól, rossz traumáktól, összetűzésektől, elégedetlenségektől, hamisságoktól, becstelenségektől. És az azért mondom, hogy az ember érezze, hogy ez nagyon mély. És amikor ezektől megszólnak, akkor már itt vagyunk, azt mondjuk, hogy end, so it is. Hát ez van. És köszönöm. Boom. És ez a teremtés, nem? És ezt szeretnék fönt, hogy ide jussunk el.
hogy ne az, hogy lyukas a gatyám, kérek egy új gatyát, mert fázom, hanem hogy köszönöm, hogy vagy, köszönöm, hogy vagyok, jól vagyok, és ezt szeretném továbbadni és gyarapítani. Ezen az imának az alapja. Én úgy képzelem egyébként, hogy ezen a szinten, ezen a legmagasabb szinten, amikor már kipucoltuk magunkat teljesen, és ugye nem hiány gondolkodásról, meg hiányból teremtünk, hogy legyen valamink, ami nincs, hanem ott már nem is annyira teremtünk, hanem inkább választunk. Mert itt van az a bőség, amiben élünk, és választunk valamit, hogy most ezt szeretnénk megtapasztalni. Köszönöm. És teljesen Csodálatos. De természetesült teljesen nekünk. így van. Csodálatosan mondtad, így van. Választunk és beengedjük. Megengedjük, hogy az megtörténhessen. Tudom, miért beledolgoztunk, vagy beszéltük át így mint kócsok, a szívtörés traumáját. És a szívtörés traumája, ez egy 20 lépéses traumoldás, eszméletlen veszélyes, és a legesleg alján, mikor már feloldottuk azt a rengeteg manipulációs, meg zsaroló mintát, meg tudod, ezeket az általunk láthatatlan idegeket, ott van, hogy tudj szívből adni, anélkül, hogy bármit elvárnál, és tudj elfogadni. Most ezt hány ember tudja? Oké? Okay. Az egy mínusz, plusz az az egy-kettő, aki már átment ezen a nagyon komoly önmunkán. És az a lényeg, hogy ez az ima akkor fog igazán működni, amikor tudunk szívből adni. Nem félünk attól, hogy ki fognak rabolni minket, nem félünk attól, hogy túl sokat adunk, nem félünk attól, hogy kihasználnak, még ezek mind rossz program. Hanem adok, figyelj, ez van, és tudja az ember, hogy egy más irányból ez vissza jön és megadatik. Tehát magyarul ez a bőség, hogy én adok neked, lehet, hogy éppen most egy kedves szót, vagy egy tanácsot, és az valamilyen más irányból nekem visszatér, az engem bővít, azzal én más bővítek. Tehát a mai új föld, nem a legjobb szó, hogy mai, az új földnek az a mechanikája, hogy mindent a közösségét. Az ego világában ez úgy értelmeződött, hogy önfeláldozó vagyok, hogy majd én adok, 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 a búrám tele van mindenféle traumával, nem szívből adok, jaj, mi lesz, csak utána haragudhatok az Istenre, mert rossz energiákból adok, ugye az a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, az ember nem látja, hogy lent egy millió konfliktuson, hogy ugyanúgy beletolja ezeket az adásába, tehát nem tisztán. És ezeket kell kitakarítani. Teljesen nagyon tetszett, hogy mondtál, mikor már itt vagyunk fönt, már nincs ez a sok lépcsőfok, adok, vagyok, jól vagyok, elfogadok, és megyek tovább. Nagyon szép cél, köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék még ugye végre. Az egyik, hogyha esetleg beléd folytattam a szót, és még szerettél volna itt valami fontosat elmondani, akkor kérlek mondd el. A másik, meg ezt nem is egyeztettük, de azért megkérdezem, mert én tudom, hogy te tudsz letölteni imákat, hogy most így karácsony felé közeledünk, és ha csak egy pár mondatos imát így a kollektívnak le tudsz-e nekünk tölteni, és mondani, hogyan hangzik helyesen egy ima, és mi az, amit kívánunk magunknak. Én ezt letöltöm úgy, hogy ne az embereknek kelljen mondani, hanem csak el tudják fogadni. Mert az a legnagyobb kihívás az embereknek, hogy tele van az elme mindenféle oldatlan dolgokkal, és az belekonterkodik ellen ezek. Most egy kicsi kihívásban vagyok, mert én ezt csak angolul tudom, de se baj, egy fél pillanatot. Jó? Az a szándékom, most a szándékot a az a szándékom, hogy bárki, aki ezt hallgatja, az érezze meg a szívében az igazságot és teljességet, tudja, hogy létezik a fény, létezik az Isten, tudja, hogy szeretve van, és tudja, hogy vigyáznak rá, és óvva van, még akkor is, hogyha voltak régi, elvaratlan történetek. Jó, ez a szándékom, és az is még hozzátenem ez a szándékhoz, hogy adjon gyógyulást, békességet és boldogságot az emberek szívében. Kedves Teremtő, azt akarom mondani, my father. És kérem tőled, hogy adj az embereknek reményt,
Villanyozd fel a szívüket és a lelküket, és tanítsd meg őket elfogadni a bőséget és a fényt. Bocsáss meg nekik, bocsáss meg nekünk azért a nagyfokú küzdelemért, ellened, magunk ellen, egymás ellen, amiben eddig voltunk. Segíts ebből kilábalni mindnyájunknak, és gyógyítsd meg a szívünket, gyógyítsd meg az elakadásainkat, amik sejtszinten léteznek. Köszönöm. Tovább kérem azt, hogy tanítsál meg minket, az embereket bőség tudatban gondolkodni és létezni. Segíts nekik felfedezni a bennük lévő erőt, segíts nekik kilépni az áldozati mintából, és egy olyan szintű felelősség tudatra szert tenni, hogy mindig legyen egy pozitív kiút, bármi nemű nehézséget tapasztalnának meg. Én ezt kérem és köszönöm, és ez így van, vagy így lesz, és így van. Csodálatos csomag, köszönjük szépen! Szíves. Nehéz is most így befejezni ezt a beszélgetést, mert annyira megható volt ez az utolsó pár perc. Nagyon szépen köszönöm, Robi, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, és csodálatos karácsonyt, csodaszép adventet kívánok mindenkinek, aki néz és hallgat bennünket. Szia, Robi! Sziasztok! Yeah.